Sziasztok, Bogi vagyok, és ez itt a That's My Life. Üdvözlök mindenkit a 2015-ös diák önkormányzat választáson. Sziasztok, kire szavazol? Hát... Komolyan mondom, tényleg még ezen nem gondolkoztam, de szerintem... Rá szavazok. Kire szavazol? Hát a Boronkaira. És miért pont a Boronkai? Mert odajárok, és engem azon kívül is meggyőztek azzal a bevonulásokkal, amit most nekünk produkáltak. Nagyon-nagyon ügyesek voltak. Melyik terv tetszik a legjobban? Amiket meg szeretnének majd valósítani? Hát igazából... Nagyjából ugyanazt mondta el mindenki, csak máshogy megfogalmazva, szóval az összes tetszik így. Mindenki belevitt egy kicsit mást, a madácsosoknak az a sportos ötlete az tetszik félig, meddig hát igazából van egy olyan része, hogy nem biztos, hogy egy kilométerenként kell ezt a húzóckodósat, de azért tetszik, hogy sportra buzdítja a diákokat. És ki fog nyerni? Hát ezt majd meglátjuk. Csapatkiáltás? Kai! Kai! Boron Kai! Sziasztok! Kire szavaztok? Boronkaira. Hát Boronkaira. Boronkai. És szerinted ki fog nyerni? Hát a Boronkai. Csapatkiáltás, esetleg valami? A kocsma. Azt mondom Boron, azt mondod Kai! Boron! Kai! Boron! Kai! Azt mondom Boron, azt mondod Kai! Boron! Kai! Sziasztok! Kire szavaztok? Boronkaira. És ki fog nyerni szerintetek? Boronkai! Valami csapatkiáltás? Boronkai! Szia! Kire szavazol? A Boronkaira, kire másra? És ők is fognak nyerni? Mindig. Csapatkiáltás? Boronkai! Miért tartom magadnak megfelelőnek erre a posztra? Mivel sportoló vagyok, muszáj bíznom magamban. Ezt tartom a legfontosabbnak. Ez az első az életemben, hogy bízzak magamban. És úgy vettem észre, hogy a diákok is iskolámban bíznak bennem. Egyből engem választottak meg az osztályba, hogy én induljak. És én nagyon szívesen el is vállaltam. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy én nyerhettem meg iskolámban, és engem küldtek ide. Azért, mert úgy gondolom, hogy közös, mert nekem céljaim vannak ezzel a várossal, és én is magaménak érzem azokat a problémákat, amit szerintem minden diák, és szeretnék ezért maradandóan is tenni. Tehát a programomban megjelölt célokat én véghez is szeretném vinni. Nem magamat tartom megfelelőnek, a diáktársaim úgy gondolták, hogy én vagyok erre a legmegfelelőbb, és én bízom bennük. Hát, ez igazából egy érdekes dolog. Engem választottak, és ugye én megpróbálok ennek a feladatnak megfelelni, ahogy csak tudok. Mert tudok az iskolának és a Vácnak bizonyos ilyen ötleteket ki tudom találni, hogy miben lenne jobb, és tudnak neki segíteni. Ötleteket kitalálni, hogy mondjuk ugye a környezetvédelem, akkor a virágok, a parkok szépítése, meg a hulladékgyűjtés, meg ilyen rendezvényeket. Kire szavaztál? Zobcsák Zalára szavaztam, és a Madách Imre gimnáziumra. És ki fog nyerni? Szerintem ők. Miért? Mert ő a legjobb. Kire szavaztál? Én Marcelre szavaztam, mivel közgázos vagyok, és a közgáz a legjobb. Ez egyszerű. És ők is fognak nyerni? Hát remélhetőleg. Közgázra. És szerinted ki fog nyerni? Hát szerintem Boronkai. Mit tartsz a legfontosabb pontnak a terveidben? Terveimben a sportot tartom legfontosabbnak, nekem ez az életem, erre alapozom az egész életemet, sportra. Szeretném biztosítani a Vác diákságának, hogy ingyen tudjon sportolni a szabadban. A diákság életének felfestítése, az, hogy minél több programot hozunk létre a főtéren, hogy a magunkinak érezhessük ezt a várost teljes mértékben. És hogy a kapcsolatokat, hidakat építessünk egymás között, hiszen nagyon sokan tényleg csak alig ismerjük egymást, pedig itt vagyunk mindannyian Vácon, és mégis ezt hiányzik, úgy érzem. A legfontosabbnak a környezetvédelmet tartom, mivel ez a legégetőbb probléma manapság. Hát a legfontosabbat a
az egyik legfontosabb a biciklitárolók létrehozása, mivel hát úgy tudunk igazából jól tanulni, hogyha kikapcsolódhatunk valahol. És ezáltal energiát gyűjthetünk, és a biciklitárolók létrehozása ezt segíti. Hát, hogy a környezet védelem, hogy tiszták legyenek a város, mármint hogy ez a város, ugye, meg a parkok ott a Dunapartnál, mert ugye az emberek azt nagyon szeretik, főleg tavasszal, nyáron, mert ugye szép. És hogy minél több virág legyen, fa, mondjuk, meg hogy tisztán legyen tartva. Szia! Kire szavaztál? Közgázra. És szerint ki fog nyerni? A közgáz. Sziasztok, bocsi! Kire szavaztatok? Marcira. És szerintetek ki fog nyerni? Tartózkodtok? Talán madács. Hogy mondhatok el? Sziasztok! Kire szavaztatok? Közgázra, mi osztálytársok indult, Varga Marcell. És szerintek ő is fog nyerni? Hát, én bízom benne. Kire szavaztál? Moronkaira. Szerinted ők fognak nyerni? Persze. Osztályszámra hordják ide a diákokat. Szerinted ki más? Sziasztok! Kire szavaztatok? Boronkai. És szerintetek ki fog nyerni? Nem tudom igazán, nem ismerem annyira. De mit érzel? Mi ki fog nyerni? Hát remélem a Boronka is. A kire szavaztál? Közgázra, mert oda járok. És szerinted ki fog nyerni? A Boronkai nyer minden évben, most is ők fognak. Mit jelent neked Vác? Nekem Vác az életem, nem itt születtem sajnos, de nem akarok elköltözni innen soha. Nagyon-nagyon szeretem, és tényleg nagyon a szívemhez nőtt ez a város. A második otthonomat. Én érsekvadkerti vagyok, viszont itt tanulok Vácon, már harmadik éve is kollégista is vagyok, és nekem igazából úgy érzem, hogy ez az otthonom, hiszen nagyon sok minden már ide köt inkább. Vác nekem nem csak a második otthonom, de szeretem is, ugye ide járok iskolába, és annyi mindent adott nekem ez a város, hogy szeretném viszonozni. Vác egy lehetőséget jelent számomra, amivel élni kell. Vác egy olyan város, amire lehet építeni. Rengeteg lehetőséggel rendelkezik, rengeteg olyan természeti kincsel, olyan sok szép épülettel, kulturális lehetőségekkel, amire érdemes építeni. Hát Vác nagyon-nagyon sokat jelent, mert egy nagyon gyönyörű szép város, és hát igazából úgy az otthonomat. Úgyhogy nagyon szép, talán nagyon szeretem. Sziasztok! Kire szavaztatok? Hát a Boronkaira, mivel Boronkai sok vagyunk. És szerinted ki fog nyerni? Hát a Boronkai, egyértelműen. Köszi. Szia! Kire szavaztál? Boronkaira. És szerinted ki fog nyerni? Mondjuk ő. Sziasztok! Kire szavaztatok? Ja, közgázra. Most jött el az a pillanat, ami egy diákpolgármesternek az életbe csak egyszer jön el. Reméljük, hogy más sikerek is ugyanígy el fognak jönni, és akkor megkérnénk először a város, a polgármester urát, hogy a városháza kulcsát adja át a diákpolgármesternek. 2015 diákpolgármestere, tehát Gyuri. Eszter! Milyen érzés most, hogy így nyertél? Hú, hát nekem nagyon jó érzés. Én nem bíztam el magam úgy, hogy bizonytalan voltam, és így szorongattam a kezemet az utolsó percig. Úgyhogy nagyon jó érzés nekem, és én büszke vagyok a csapatomra, tényleg. Ezt nekik köszönhetem leginkább, hiszen hiátok mentem, és az elmúlt hét az rengeteg munkával telt, és az ő sikerük is ez, nem csak az enyém. Szerinted hátrány vagy előny, hogy mint nő úgy kerültél erre a posztra, meg főleg az, hogy te vagy a harmadik, így 2001 óta? Nem mondanám, hogy hátrány, de nem is tudom, hogy ez miben lenne előny. Én nem érzem ezt olyan kiváltságosnak, nő, férfi, mindegy, emberek vagyunk. Mi lesz most az első dolgod? Az első dolgom az, mint az alpolgármester is említette, egy péntek este utáni takarítást megszervezni végül is, de leginkább, amit már említettem, a kapcsolatok, a kommunikáció kiépítése, tehát szeretnék összejönni és ötletelni először velük a többi jelölttel együtt arról, hogy ezt hogyan, ők hogyan látják, hogy hogy valósíthatnánk meg. Gratulálunk még egyszer!